sziasztok! Én Csillag Edina vagyok, a Ferenci Múzeumi Centrum Múzeum pedagógusa, és a mai alkalommal azt fogom nektek megmutatni, hogyan lehet Szentendrei házat készíteni. Ahhoz, hogy ezt a házat elkészítsük, a következő anyagokra és eszközökre van szükségünk. Egy nyújtófára, egy késre, egy spatulára, otthon található filctól kupakokra, én használok hozzá egy kisméretű vágódeszkát, és mivel az én agyagból fogom készíteni ezt a házat, az én agyagom vizes, ezért használok hozzá egy papírlapot is, amit majd a vágódeszkára fogok helyezni. Amikor ezzel meg vagyunk, akkor körbevágjuk a formánkat. Az agyaglap ne legyen túlzottan vékony, illetve hogyha ti is sólisztgyurmát használtok, akkor legalább egy fél centis vastag alaplapot csináljatok, mert ez lesz majd a domborművünknek az alapja. Ezután kivágunk egy házformát. Én itt kivágok egy háromszöget, és a tetőt kialakítjuk, de úgy, hogy nem vágjuk ki, tehát nem vágjuk végig az alaplapot, hanem csak belehúzunk egy vékony csíkot, illetve itt kialakítjuk a tető részét a háznak. Ha ezzel elkészültünk, akkor fogjuk meg a spatulát, és a spatula segítségével húzzuk meg a tető vonalát. Próbáljunk egy szép egyenest húzni a tető vonalában. Elválasztottuk a ház homlokzatát a ház hátsó részétől, és most kialakítjuk az ablakokat szintén a spatula segítségével. Az ablakokat úgy alakítjuk ki, hogy először függőleges vonalakat húzunk, mivel elég nagy a házunk homlokzata, ezért két ablakot is ki tudunk alakítani, először a függőleges vonalak meghúzásával, majd a vízszintes vonalak meghúzásával. Már el is készültek az ablakok, és szintén a spatula segítségével, mivel a szentendrei házakra az a jellemző, hogy dupla ablakaink vannak, ezért a nagy ablakokon belül kisebb ablakokat alakítunk ki. És már el is készült a házunk homlokzata. Az ablakok kialakításához még hozzátartozik, hogy az ablakok elválasztását is meghúzzuk a spatulánk segítségével. Tehát egy függőleges és egy vízszintes vonal segítségével kialakítjuk az ablakoknak az elválasztását. Most kialakítjuk a ház bejáratát. A szentendrei házakra a kosáréves kapuk jellemzők, ezért húzunk két függőleges vonalat a házunk hátsó oldalában, és ezt a két függőleges vonalat, ezt egy kosáréves ívvel fogjuk összekötni. Ahhoz, hogy szép legyen a kapunk, húzunk még egy függőleges vonalat középen, és rá srégen húzunk kicsi elválasztó vonalakat. Most a filctól kupakot vettem a kezembe, és megcsináljuk a ház tető szerkezetét, illetve a padlásablakot. A padlásablakot nagyon egyszerűen kialakíthatjuk úgy, hogy körülbelül a tető közepébe belenyomjuk finoman a filctól kupakot. A tetőt pedig úgy fogjuk kialakítani, a tető cserepeket egészen pontosan, hogy a filctól kupakot egy kicsit felém döntve, tehát magunk felé döntve, nem teljes egészében kerek vonalakat alakítunk ki, hanem csak félköröket, és ezzel szépen
ki tudjuk alakítani a tető cserepeket. Megcsináltuk a tetőt, és most egy másik eszközzel fogunk dolgozni, mégpedig a körbevágott agyagunk egy-egy darabját fogjuk a kezünkbe venni, mert hogy most virágokat is készítünk az ablak alá. Ha elkészült a borsószemecskénk, akkor ide tesszük az ablak alá, és a hüvelykujjunk alatti párnával belenyomjuk az alaplapba. Ez azért nagyon fontos, mert ha nem nyomjuk bele, akkor a száradás után ezek mind le fognak potyogni. Megnézzük, hogy hány helyünk van virág számára, és több borsószemecskét is ide illesztünk. Belenyomtam a borsószemecskéket az alaplapomba, és most a spatula segítségével elkészítem a virágoknak a szárát és a levelét. Egy egyszerű, egyenes vonalat húzok, majd merőlegesen rá egy-egy vonalat, és így már el is készült a virágoknak a szára és a levele. Most pedig mintázzuk a virágokat, és ehhez rózsás végű filctoll kupakot fogok használni. Egyszerűen középre a virágok közepére belenyomom. Ezzel el is készült a házat mintázó domborművünk. Egy hét múlva egy újabb videóval jelentkezünk.